Csütörtökön elfogadta a szekszárdi közgyűlés az úgynevezett fenntartható város stratégiáját. Ez a 300 oldalas dokumentum a megyejogú település hosszú távú fejlesztési elképzeléseit tartalmazza és az ahhoz szükséges feltételeket. Ennek részeként a polgármesteri hivatal munkatársai összeállították, hogy milyen top pluszos beruházásokra próbál majd pályázni a város. A tételek között iskolafelújítás, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése és még sok minden más is szerepel. Pillanatnyilag a megyei forráskeretünk az 5,1 milliárdon áll, ami nem túl sok, de tudjuk azt, hogy az országgyűlési képviselés és a megyével is egyeztettünk, hogy ők is, ha látják, hogy a városnak vannak jó elképzelései, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy sinem van a dolog. A hivatal munkatársai január óta dolgoztak a tervek összeállításán, közben folyamatosan igyekeztek bevonni a szekszárdiakat is. Éppen ezért kérdőjévezés, felmérés volt többféle fórum, volt a különböző érdekkörök mentén kialakított csoportok, munkacsoport értekezletek, egyeztetések, ahol elmondhatták mind a civilek, mind a gazdaság szereplői a véleményeket, javaslataikat. Kerékpárút, a Csörgetó felélesztése, a fürdő fejlesztése csak néhány a tervek közül, de a legnagyobb beruházás a Zöldváros program második üteme lesz. Ennek részeként az épülő tudásközpont, a felújított Hunyadi vendéglátóipari iskola és a majdani tornacsarnok mellett egy parkot alakítanak ki. Ez Zaják Rita polgármesteri tanácsnok ötlete volt. Egy-két héten belül megkezdődik a projekt előkészítése, az érintetteket leültetjük egy asztalhoz, és megbeszéljük, hogy akkor pontosan mit is szeretnénk. Ehhez nyilván tudnunk kell, hogy hol lesz a tornaterem épülete, tehát Horváth István részvétele elengedhetetlen ugye ezen a megbeszélésen. A terv pedig az, hogy ötletpályázatot írnak majd ki a park megtervezésére.